Köszöntöm nézőinket, ez a Sportváros, a D+ TV sportmagazinja. Mai adásunkban beszámolunk a péntek esti igencsak gólzáporos futszámérkőzésről, melynek keretében a Dunaújvárosi Gárda a Debrecent látta vendégül. Ezt követően a vasárnap esti Dunaújváros Pase Dabas Gyón elleni megmérettetéséről mutatunk egy hosszabb összefoglalót, végül pedig a Dunaferese kajakkenu szakosztályának sajtótájékoztatóját mutatjuk meg bővebben, amelyben a vezetőség, illetve a gárda edzői összefoglalták az elmúlt időszak fontos eseményeit és eredményeit. A Berettyó ellen játszott szoros, izgalmakkal teli hazai meccs után most is itthon lépett pályára a Dunaferdu Edutrét futszál együttes a pénteken. A mögöttünk hagyott héten az igencsak megfiatalodott debreceni gárda látogatott ide, és bár néhol megnehezítette a mieink dolgát, a győzelem sorsa hamar eldőlni látszott. Pénteken ismét hazai környezetben lépett pályára a Dunafer futszál együttese, akik most a Debrecen gárdáját fogadták. Egy héttel ezelőtt a bajnok esélyes Berettyó érkezett látogatóba, akik végül nagy küzdelemben, de legyőzték a mieinket. Most az a Debrecen érkezett Dunaújvárosba, akik egyébként kifejezetten jól indították a szezont, hiszen a Berettyóval döntetlent játszottak, míg a Veszprémet le is tudták győzni, így semmiképpen sem lefutott meccsnek indult a találkozó. Határozottan kezdett a Dunafer, és már a második percben vezetést szereztek Sáho Kristóf góljával. A tempó végig lendületes maradt, és helyzeteket is sikerült kialakítani. Az újabb hazai találat helyett azonban jött az egyenlítés egy szabadrugást követően. Szerencsére érkezett a válasz a dunaújvárosiaktól, amikor rögtön a középkezdés után Klacsák szerzett gólt. Ismét nem kellett sok idő a következő találatig, amikor a felnőtt mezőnyben először betaláló Dorogi is feliratkozott a góllövők listájára. Még ebben a játékrészben sikerült betalálnia mindkét együttesnek, a félidei szünetre tehát 4-2-es hazai előnnyel vonultak a felek. Térfélcsere után azonnal tovább növelték előnyüket a mieink, ekkor ismét Sáhónak köszönhetően. Innentől pedig sokkal egyhangúbbá vált a meccs. Fehér Zsolt fiai egy pillanatra sem engedték ki kezükből az irányítást. Ebben a játékrészben még Szegi és Pál Patrik is kapuba talált, beállítva a 7-2-es végeredményt. Ez a hatalmas előny pedig arra is tökéletes volt, hogy a hazaiak vezetőedzője lehetőséget adjon fiataljainak is pályára lépni a megmérettetésen. Mindenekelőtt el kell mondjam azt, hogy nagyon örülök a győzelemnek, hogy hazai környezetben tudtunk nyerni, illetve hogy 7 gólt tudtunk szerezni. Úgy érzem, hogy egy picikét azért maradt még bennünk, szóval hogyha jobban koncentrálunk, akár az első fél időben, ott az első 5 percnél volt körülbelül 10 olyan lehetőségünk, amiből még szerezhettünk volna gólokat, de a lényeg az, hogy a fiatalok, akiket ki kell emelnem a mai nap folyamán, hogy dunaújvárosi fiatalok 16-17 évesen bemutatkozhattak NB1-be számomra, és a vezetőségünk, illetve a csapatunk számára ez egy óriás nagy dolog. Szeretnénk ezt az utat tovább folytatni, és szeretném azt, hogy ezek a srácok nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon szép karriert tudjanak be maguknak itt a futsal társadalmon belül. A mérkőzéshez még annyit hozzátennék, hogy említetted, hogy nem álltak meg a fiúk egy percig se. A fél időben azért kaptak egy kis dorgálást, mert pont olyan dologból kapjuk a második gólt, amit megbeszéltünk, levideóztuk, és tudtuk azt, hogy mi fog következni. Ez megtörtént. Ettől függetlenül a második fél időt is megnyertük. Azt kértem tőlük, hogy a második fél időt is nyerjük meg. Hál' Istennek, hogy ez is sikerült. Ez az elmúlt hetekben sajnos ez nem sikerült. Gondolok itt a Berettyó elleni mérkőzésre, hogy 2-0-ról vesztesen hagytuk el a pályát. Hogyha ott akár egy X-re vagy megnyerjük, akkor a második fél időt, akkor értem szerint tudtuk volna tartani a 3 pontot. Na és említetted a fiatalokat, tényleg nagyon jól szálltak be, emeljük ki Dorogi Benit, aki gólt is tudott szerezni. Mennyire készültetek arra, hogy azért itt tudsz majd lehetőséget biztosítani a fiataloknak, illetve a többiekről is beszéljünk, hogy hogyan tudtak alkalmazkodni az adott sorokhoz, ahova bekerültek? Hát mindenek előtt azért ez nem egy könnyű dolog, egy ilyen fiatal játékost berakni egy megszokott gépezetbe és próbálgatni. Edzésen nagyon-nagyon sokat dolgozunk arra, hogy akár a Dorogi, vagy akár a Németh Lacika, hogy megforgatjuk őket, játékosok, hogy működik együtt. Volt ott egy szituáció, hogy pont összeszaladtak a faragol alikával, ez az összeszokatlanságnak a dolga. A Dorogit én is külön kiemelném, aki úgy gondolom, hogy egy nagyon csupaszív fiatalember, és nagyon bántja őt az, amikor nem lép pályára. Egy picikét én úgy gondolom, hogy többet vár már most magától,
hogyha jól fogalmazhatok. Egy picit nyugtatni kell ezekbe a dolgokba, mert ő még nagyon fiatal és övé a jövő. Én azt mondtam neki egy pár héttel ezelőtt, hogyha ő így fog játszani és így áll bele a munkákba, akkor kb. 150-szeres válogatott lesz pályafutásának a végén. Hát pontosan ez volt a cél, hogy végig küzdjünk, mert különben, hogyha közelebb jött volna a Debrecen egy-két góllal, akkor nagyon nehéz dolgunk lett volna, és pont ez volt az edzőnek a kérése, hogy végig küzdjünk, ameddig tudunk, az utolsó percig, mert akkor biztos, hogy simább lesz a mérkőzés. De azért tudott egyszer egyenlíteni a Debrecen. Mi fordult meg ott a fejetekbe, illetve ugye az emblok az egész mérkőzést egy kicsit elemezzük jobban, akár fél időkre szétszedve. Igen, hát ott kaptunk egy szerencsétlen gólt, ami elkerülhető lett volna. Hát azt gondolom, hogy de utána az volt a cél, hogy utána ugyanúgy menni tovább, mert előtte is megvoltak a helyzeteink, illetve utána is, ugye az első fél időben, és a másodikat pedig azt beszéltük az öltözőbe, hogy 0-0-ról kezdjük, és akkor ugyanúgy tovább, mint hogyha egy új meccs kezdődne, mert pontosan amit mondtam, hogy nem lehetett közel engedni őket. Azért még így is bőven volt olyan helyzet, amit nem sikerült kihasználni, tehát bőven mehetett volna 10 fölé a góljaitok száma. Ha hibát tudnál mondani, miket sorolnál fel, illetve beszéljünk egy kicsit arról, hogy a fiatalok is kaptak lehetőséget, hogy érezted, hogy ők hogy szerepelnek, hogy teljesítenek? Igen, hát volt egy-kettő hiba. A hiba az mindig benne van, de azok azért vannak, mert ki kell majd javítani legközelebb. Hát a fiatalok pedig szerintem jól szállt be mindenki. Ugye a Dorogi Benzsi gólt is tudott szerezni, úgyhogy ez nagyon nagy öröm mindenkinek szerintem a csapatban. Most egy rövidebb szünet következik, de szeptember végén újra mérkőzést játszanak Fehér Zsolt tanítványai. 30-án ugyanis a fővárosba utaznak, hogy a Fradi együttesével mérjék össze erejüket. Ismét hazai környezetben szeretett volna bizonyítani Lőrinc Emil csapata vasárnap, amikor a Dabas Gyón együttesét fogadták. Mivel az idei szezonban az itthoni közönséget még nem sikerült győzelemmel megörvendeztetni, így most egyértelműen ez volt a cél. Az eddigi hibák azonban most is előjöttek, ráadásul a vendégek is igencsak megnehezítették a miénk dolgát. A labdarúgó NB3 középcsoportjának 7. fordulójában újra hazai környezetben játszott mérkőzést, és mivel itthon még nem sikerült győzelmet aratni, újra ezt a célt tűzték ki maguk elé a dunaújvárosiak a Dabas Gyón ellen. A meccs elején úgy tűnt, kétség nem férhet a Dépase fiainak akaratához. A 4. percben Kovács Barnabásnak köszönhetően nagyon gyorsan előnyhöz jutottak a miénk, hiszen az utánpótláskorú játékos a kapu jobb alsó sarkába lőtte a labdát. Bár bőven akadt helyzet is, amiben tovább növelhették volna előnyüket, de ezek kimaradtak, és a mezőnyfölény csak a 20. percben vezetett eredményre. Ekkor ugyanis Busa megszerezte a hazaiak második találatát. Sajnos egy védelmi hiba miatt ennek nem sokáig örülhettek a miénk, érkezett a válasz, amellyel csökkent a két gárda közti különbség. Ezután is sikerült mindkét oldalnak eljutni az ellenfél kapujáig, de vagy a kapusok mutattak bravúrokat, vagy csak kimaradtak az itzerek. Így összesen egy gólos előnnyel vonultak pihenni a dunaújvárosi sportolók. A második félidőben szintén nagyobb elánnal kezdtek a hazaiak, Hompot egyből helyzetbe került. Ez a védőkről pattant ki, Busa következő próbálkozása pedig kapufáról pattant vissza. Itt aztán leengedtek a dunaújvárosiak, és hosszabb ideig a saját térfelüket sem tudták elhagyni, nemhogy helyzetig, esetleg a következő találatig eljutni. Ezt látva Szepesit és Tapiskát is pályára küldte a vezetőedző, hogy csatárként megpróbálják tovább növelni előnyüket. Most azonban ez sem vált be. Sőt, Csendes Péter szarvas hibáját követően a meccs 86. percében 11-eshez jutottak a vendégek, akik éltek a lehetőségükkel és kiegyenlítettek. A hazai győzelem tehát most is megmaradt, a még teljesítésre váró célként. Ezt követően pedig teljesen érthető, hogy a hazaiak nagyon csalódottan értékeltek a meccs utáni sajtótájékoztatón. Az első 20 perc egy kicsit olyan érzésem volt, mint tavaly a Hódmező volt, a félidő 4-2, hogy körülbelül nem megbántva őket, mert próbáltak játszani, meg utána voltak helyzetek, vagy volt helyzetük is. De szerintem nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben. Utána kapunk egy gólt, nem tudom, a második fél időben is voltak lehetőségeink, de nem tudom, elbátortalanodik a játék, vagy én nem tudom, hogy átadtuk a területet, senki nem kérte, hogy adjuk át a területet. Arról volt szó, kimegyünk a másik fél időre, ugyanúgy, mint az első fél időben, próbálunk gólokat szerezni, jó, meg is voltak a helyzeteink, nem tudom. Jövő héten kijavítjuk, remélem. Úgy mentünk ki a pályára, hogy elterveztük, agresszívan egész pályán próbáljunk minél feljebb labdát szerezni. Úgy gondolom első fél időben ez nagy részben jól működött, megvoltak a lehetőségeink, 2-0-ra vezettünk, utána
megint jött a, én nem tudom, azt hiszik a fiúk, hogy vége a mérkőzésnek, megint nem koncentrálunk, megint nem figyeljük az embereket. Ugyanazok az emberek folyamatosan csinálják a szarvas hibákat. Persze könnyű az mondani, hogy miért nem váltok. Jó, hogy kitállítsak be. Tehát olyan sokan vagyunk, hogy nagyon könnyű dolgom van, na mindegy, nem ez a lényeg. Megkaptuk az első gólt, onnantól kezdve lecsordogált a második félidő, de normális, reálisan nézve első félidőben, ahelyett, hogy 4-0-ra vezetnénk, 2-1-en jövünk be. Második félidőben sem volt különösebb gond. Annyi lehetőségünk már nem volt, de azért volt lehetőségünk, hogy megszerezzük a harmadik gólt is, erre a végén megint mi adunk gólpaszt az ellenfélnek, amiben a 11-es van. Amit mondtam már nem egyszer, nem kétszer. Persze, nekem is van felelősségem, de a játékosnak ugyanúgy van felelőssége, annak is van felelőssége, aki kihagyja a 100%-os zicsert, meg annak is, aki gólpaszt ad hátul az ellenfélnek. Tehát meg fogjuk beszélni kedden, hogy mi történt, hogy történt. Azért vagyok nagyon mérges, mert nem az első, nem a második. Tehát ami jellemző volt ránk tavaly, annak a nyomait jelen pillanatban nem tapasztalom. Ugyanakkor elmondtam már ezt is a játékosokra, a hétközi edzések során semmiféle panaszt nem tudok mondani, mert becsülettel edzenek, rendesen edzenek, jól edzenek. Jön a mérkőzés, azt emberkék olyan teljesítményt nyújtanak, ami számomra elfogadhatatlan és érthetetlen. Mivel ismét nem sikerült a hazai győzelem, így megint idegenben javíthat a Dépase. Ez azonban most sem ígérkezik egyszerű feladatnak, hiszen következő mérkőzésük vasárnap a Rákosmente csapata ellen lesz. A találkozó délután 4 órakor kezdődik. Remek nemzetközi eredményekkel gazdagodott a Dunaferese kajakkenu szakosztálya, mind az utánpótlás, mind pedig a felnőtt korosztályt tekintve. Emellett pedig olyan fejlesztések valósultak, illetve fognak megvalósulni, mely nagyban hozzájárulhat a további kiemelkedő eredményekhez és ahhoz, hogy a sportolók megfelelő körülmények között készüljenek. Augusztus 23 és 25 között rendezték meg a 45. kajakkenu világbajnokságot, amelynek idén Szeged adott otthont. Természetesen a Dunaferese kajakkenu szakosztályának kiválóságai is jelen voltak, innen ráadásul szép eredményekkel tértek haza. A kényszerű párcsere után Kis Balázs Mike Roberttel a B-döntőben végzett harmadikként C2 1000 méteren, amellett, hogy Hajdú Jonatán párjával 500 méteren ezüstérmet szerzett, pályafutása legjobb eredményét érte el C1 200 méteren, hiszen itt 5. lett. Hazai versenyen, hazai rendezésű világbajnokságon versenyezni teljesen más volt, mint az eddigi világbajnokságok. Tényleg sokkal jobban lehetett érezni, hogy a szurkolók nekünk szurkolnak, és nem csak a verseny miatt vannak kint. Felkészülés szempontjából a jövőre tekintve ugye egy kicsit változik most a felkészülés, most 1001-es lesz a cél. Legfőképpen ugye eddig párosra készültünk, ahol nagyon szépen lépdeltünk előre, de úgy érzem, hogy egy kicsit váltani kell ebből, és persze majd meglátjuk, hogy mire lesz elég jövő tavasszal, ugye a Duisburgi világkupa előtt a felkészülés, hogy egyesbe jutok ki esetleg, vagy párosba, de persze az is előfordulhat, hogy egyikbe se, de cél az, hogy 1001-esbe indulhassak a kvótáért meg jövőre. Mi az, amit még mindenképpen meg kell tenned addig, és borzasztóan nehéz, ugye te 200-as versenyző voltál, nagyon nehéz évek állnak mögötted azzal kapcsolatban, hogy erre te így át tudj állni, és ez mindenkinek nyilván nagy pofon volt, amikor kiderült, hogy ez innentől nem, és álljált egy másikra, holott nem az a te erősséged. Viszont tényleg az látszik, hogy a fejlődés az gyönyörűen megvan a munkádban, látszik, hogy fejlődsz, de nyilván ez nem egy fél év munkája, és nem egy év munkája. Mi a realitás szerinted? Mi az, amit még meg kell tenned, meg tudsz tenni, és mi az, ami szerinted tényleg reálisan elérhető cél neked? Hát igazából nézzük az elejét. Ugye a Riói olimpia után, amikor tudtuk, hogy 1000 méterre kell készülnöm, akkor leginkább nehéz volt elkezdenem magát ezt az ezres munkát csinálni. Tehát így beleragadtam a 200-ba, azt tudtam, hogy jól megy, úgyhogy még azzal foglalkoztam mondjuk itt 17-ben is azért nagy részt. Utána következett egy kisebb változás, hogy 18-ban már próbálgattam az 1000 métert, de akkor még nem ment. És ugye a tavalyi évben, illetve ugye ez a szezon volt az, mikor nagyon sokat dolgoztunk ahhoz, hogy jól menjünk, és úgy is gondolom, hogy
sikerült elérni azt, ami egy 1000 méterhez kell. Nyilván a továbbiakban ugyanezt a munkát bele kell tenni, vagy esetleg még többet, és akkor odaérhetek. De több nemzetközi megmérettetés is sikerrel zárult a dunaújvárosiak számára. 9-en szerepeltek nemzetközi versenyeken, és ott nagyon jó eredményeket értek el. Ugye részt vettünk a 23-as és ifi Európa-bajnokságon, ott a Slihocki Ádám, Boldis Csenge, Mányi Zsófi és a Kulcsár Dorina vett részt. Páros, illetve egyes hajóban, illetve utána Hajdú Jonatán ugye a felnőtt világbajnokságon vett részt. Második helyet ért el kenupáros 500 méteren, illetve a Kis Balázs, illetve a maratonista versenyzőink is nagyon-nagyon szép eredményeket értek el. Európa bajnokok lettek Máté Krisztián és Katona Lili, illetve Masters világbajnok lett a Hubikné Tarján Éva. Úgyhogy elég széles spektrumú eredményeket értek el. Szeretnénk, hogy ez a tendencia következzen így továbbra is az elkövetkezendő években. További fejlesztések is várhatók a Dunaferese kajakkenu szakosztályának házatáján, többek között a Magyar Kajakkenu Szövetség segítségével. Évekkel ezelőtt a budapesti sportegyesületeket, nagy egyesületeket a kormány kiemelten kezdte támogatni, és mi vidéki egyesületi vezetők gondoltunk egyet, és elkezdtünk azon mesterkedni, dolgozni, hogy ha már pesti kiemelt egyesületek vannak, akkor miért ne lehetnének vidéki kiemelt egyesületek. És miután a magyar kormány gondolom preventív eszközként is tekint a sportra, és ezért is támogatja gőzerővel, azt gondolom, hogy nagyon jól meggondolta és nagyon jól döntött akkor, amikor kiemelt további 10 vidéki sportegyesületet. Annak érdekében, hogy Magyarország sportja még jobban szárnyalhasson, még több gyerek sportolhasson, még jobban menjen a városok, illetve Magyarország híre a világban. És ezúton is tisztelettel szeretnénk megköszönni, hogy Dunaújváros Dunafel sportegyesületére esett az egyik választás. Amit tavaly ígértünk és tavaly terveztünk, ugye egy hasonló sajtótájékoztató keretében beszéltünk is róla még fönt a klubhotelben, hogy az idei évben elkészül a csónakház teljes mértékben. Ez ugye a múlt heti sajtótájékoztató kapcsán már bemutatásra is került, elkészült, tehát most már kívülről belülről szépek vagyunk. Ezzel kapcsolatban annyi extra tájékoztatást szeretnék adni, hogy ígéretek születtek arra, hogy további támogatásokat kapunk eszközre és további ingatlan fejlesztésre is. Úgyhogy most az őszi időszakban el fogjuk kezdeni a pályázást az öltözői szekrényekre. Most még azokat a régi 20-30 évvel ezelőtti szekrényeket használjuk, amik voltak. Újra festettük, meg lennénk velük, de természetesen, hogyha van rá forrás, akkor szeretnénk ezeket is kicserélni, hogy minden szempontból korszerű körülmények között tudjunk készülni. Ezen kívül szeretnénk olyan kondi felszereléseket, kondi gépeket, komplex kondicionáló felszereléseket is beszerezni, amik a most elkészült új konditeremben majd olyan funkcionális edzéseket fognak lehetővé tenni, ami igencsak szükséges a komoly szintű versenyeredmények eléréséhez. Ezen kívül ingatlanfejlesztés kapcsán pedig a jövő évben szeretnénk elkezdeni a Tammenence felújítását. Ugye tudni kell, hogy a magyarországi kajakkenu térképen a Dunaújváros és a Dunafel Sportegyesület az gyakorlatilag a Kajakkenu Szövetség egyik zászlós hajója a közép-magyarországi régiót illetően, eredményességünk, múltunk, létszámunk tekintetében mindenképpen, és azt kell, hogy mondjam, hogy a körülbelül az 50 kilométeres körzetben olyan létesítmény, beruházás fog majd itt kezdődni a Tammenence terén, ami pótolja majd a környező kisegyesületeknek a Tammenence hiányát.
Ahogy arról egy tavalyi sajtótájékoztatón már akkor beszéltek az illetékesek, idén elindult a Dunaferesek kajakenu szakosztályának a túra szakága, amelynek legfőbb célja az volt, hogy azoknak is lehetőséget biztosítsanak közelebbről megismerkedni ezzel a sportággal, akik nem versenyszerűen vagy nem napi szinten szeretnék űzni ezt. Mai adásunkban ennyi fért, legközelebb pedig egy hét múlva hétfőn találkozunk, de tartsanak velünk addig is, viszontlátásra!